Több ittas sofőrt is megállítottak az elmúlt napokban a Tolna megyei rendőrök. Többek között Tevel külterületén lettek arra figyelmesek az egyenruhások, hogy tőlük nagyjából 500 méterre félreállt, majd meg is fordult és elindult az ellenkező irányba egy autó. A járőrök utána mentek. Menekülő autó többször áttért a menetirány szerinti baloldalra, majd többszöri hang- és fényjelzéssel sikerült őt megállítani. Az igazoltatás során kiderült, hogy a férfit néhány nappal korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől, ennek ellenére ült autóba. Megállapították a kollégák azt is, hogy az autóra egy másik gépkocsi rendszámtábláit szerelte. Ezzel egyedi azonosító jellel való visszaélés büntetét követte el a férfi. Továbbá az autó semmilyen irattal nem rendelkezett, korábban kivonták a forgalomból, és biztosítása sem volt. A sofőr azt állította, hogy néhány napja vette a járművet, ezt azonban nem tudta igazolni. A szondát is megfújatták az 57 éves férfival, ami pozitív értéket mutatott. Az itas vezetés és a többi szabályszegés miatt eljárás indult a sofőr ellen, és indítványozták a letartóztatását. A másik eset Faddon történt. Ott a tolnai járőrök igazoltattak egy 26 éves helyi férfit, akiről kiderült, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik, korábban őt is már vezetéstől eltiltották. Az autó itt sem volt rendben, a forgalomból korábban kivonták, és biztosítással sem rendelkezett, továbbá ennél a férfinél is pozitív értéket mutatott a szonda. A férfi ellen az ittas vezetés és a szabálysértések miatt eljárás indult.